napot, tiszteletre köszöntjük a kedves televízió nézőket. Megye első osztályi bajnoki labdarúgó mérkőzésnek lesznek szemtanúi, ahol a kék-fehérben érkező mezőfalvai csapatot látjuk vendégül. Jó ütemben Molnár indulhat, ez egy jó labda, Medgyesi, most már csak a jó beadás kellene, jön is a labda középre, Szabó egy fejes! Medgyesi jól emelte vissza a labdát a kapu elé. Szabó mindegy 11-12 méterről dermedten mozduló, vagy labda után mozdulni próbáló Pap mellett a bal sarokba bólintja a labdát. Most lefő, nagy spintet vág le, egyedül van eddig, egyelőre Medgyesi most érkezik a hosszú oldalon, Molnár bemegy két ember közé, megpróbál betenni középre, és óriási szerencséje volt a vendégeknek. Indulhatnak előre. Szép kényszerítő. Aztán egy sarkazás, ott az üres kapu. Nincs lövés, kivágjuk a labdát. Ha! Lengyel mellett, között két ember közt bejön a labda. Nincs lövés, most van lövés. És gól! Sajnos gól. Picit talán le is maradtunk róla, de annyira össze-vissza ment ott. Védőink keresgették ide-oda a labdát, hogy hát eltikitakiztuk. Nincs kinek egyelőre. Egy ível és Szabó fejeli tovább. Medgyesi tartja meg. Jó a továbbítás. Baki indul nagy lendülettel. Jó a csel. És azt mondja a játékvezető, hogy tovább nem történt semmi. Egy nyugtató gól a szünet előtt, de jó lenne. Most jön a labda élesen a kapu elé. Kifejeli, kapus jól lép ki, kiüti, Szabó veszi le a labdát, egy lövés, és ez messze, de egy 8-9 méterrel került el a vendég kaput. Na nézzük akkor egy újabb szabadrugás, élesen jön a kapu elé a labda, de jön kapu el, mély lett. Most jön a labda, élesen a rövid sarok felé, ott egy hatalmas fejpárbaj, egy lövés, levágódik egy lábról, egy fejes, egy lövés, és gól. Bár nem tudtunk felszabadítani, nem tudtunk tisztázni, ott pattogott a labda, és Bencik mindegy 17 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, így 2-1 a vendégek javára. Nincs benne senki egyelőre, visszaveszi a lábával, jó keresztbe ott labda, és senki nem ér oda. Mindenki várta kinn a labdát a 11-es ponton, és senki nem indult befelé a labdára, hiszi a labdát, ez jó. Egy lövés, német próbálta meg takarásból a bal sarkot eltalálni. Egy mélységi felívelés. Egy lövés, oldalháló. Szabó fejeli a labdát, Posgai tartja meg. Keresi, hogy kinek, Molnárnak próbálja, jó is a labda, Molnárnak meg kéne tartani. Molnár elviszi, egy nagyot löknek rajta. De tovább engedi a játékvezető, Molnár két emberrel viaskodik most már, aztán végül győz a túlerő is. Medgyesi áll a labda mögött, ő fogja majd elvégezni. Szabó is ott áll, de aztán Szabó félrehúzódik. Medgyesi ellövi, bele saját játékosába akadta a labda, egy visszagurítás, Posgai. Ez viszont már kijön a kapu előteréből, és akkor most lehet rúgni élesen a kapu elé, mindenki feje fölött elcsúszik, és a hosszú oldalon pedig szépen kivászorog a labda az alapvonalon túlra. Laposan kapura, kapusunk fogja a labdát, nem tudták meglepni, inkább jár az ilyen, de hát ez van, nézzük a szabadrugás, elszáll a fejek felett keresztbe, és már indulhatnak is újra a vendégek, egy távoli lövés, pontosan kapusunk kezébe hal el, a védő próbálja fedezni, a visszagurított labda viszont átmegy a fejek fölött, Posgai ballal ellövi, gyenge. Nézzük, Medgyesi kapura fogja lőni. Igen, Medgyesi kapu, inkább kapu felé ment a labda. Medgyesi és Szabó a labda mögött ismételten, mint eddig. Minden alkalommal ők állnak oda. Medgyesi egyből előre! Medgyesi nem sokat teketóriázott! Letette a labdát, aztán villámgyorsan
A jobb felső sarokba csavarta a játékszert. 2-2-re alakul így a mérkőzés állása. Fellazultunk hátul. Bencére viszik rá a labdát, túl is futnak rajta egy keresztbeívelés, de szerencsére mindenki mögé ívelt a vendégjátékos, aztán érkezik Lengyel és vágja ki a labdát. Kezdjük, Meggyesi vagy Szabó. Szabó lövi el a rövid sarkot, célozza meg pontosan a kapus kezébe. Lába mellett pöckölik el a labdát, aztán Gulyás könnyelműsködik egyet. Jó a visszacsel, jön a kapusunk és szedi össze a labdát. Játszik össze, Vörös indul meg befelé, jó a továbbítás, ez is jó az a labda tovább Meggyesinek, Meggyesi egyből lő mellé. Ez egy jó csúsztatás Molnár felé, Molnár tovább a labdát, Posgai egyből lő. Na nézzük, sikerül az utolsó pillanatokban gólt elérni. Most a labda élesen a kapu elé, ott pattog a lábok előtt, Szabó érkezik, ellövi. Senki nem zavarta, rá is készületett, és egy jó méterrel a jobb sarok mellé lőtte a labdát. A labdát, Meggyesi hosszú oldalra próbálja tenni a labdát, átszáll a labda a fejek fölött, Posgai. Megindul két ember mellett befelé, Posgai visszagurít, és pont a vendégvédő lábára. És ebben pillanatban a játékvezető véget vet a találkozónak. Tehát egy-egyes félidő után végül is 2-2-es döntetlennel ért véget a találkozó. Én köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra, a viszonthallásra.